Sziasztok, Wiser vagyok, és folytassuk a Super Mario Vodot. Na. Direkt nem gyakoroltam erre a boss fightra. Vagyok én ennyire fasz? Ne. De most... Ez most komoly. Nem tudom befejezni a pályát. Könyörgöm. Most mehetek végig az egész játékon emiatt. Hihetetlen. Jó, akkor nézzétek a boss fightot, az utolsót, mert 6 pályás a játék. Ez a boss! Ez a vacak, itt a boss. Amire semmit nem gyakoroltam. Ez is kell ezt egyáltalán... Eszembe jutott, a sarokban kéne állni vagy ülni. Ó, úgy tűnik, hogy igen. Aha. Mindegy. Mentettem. Vagyok én ennyire... abnormális. És tudnám, hogy... hogyan kell, vagy mikor kell ráugrani. Aha, megvan. Megvan a pont, hogy mikor. De az még nem, hogy hol. Ezt kell csinálni, jé. Jaj, eltalálta a seggem. Ki kell centizni, ugye? Jó van, kedves. Meg a Drive Mario. Meg a Drive jó. Hányszor fogod még ezt az arcot vágni? Na. Nem pontosan kell adott helyben, adott időben ugrani. Oké, egy kicsit szédülök, mert ennyi füstmérgezésem van. Köszönhetően a Bubinak, aki hajnali 5 órakor odaégette az egyik egyik lábost. Mert meg is segrészegen jött haza. Igen, és az egész szakást szellőztetni kellett. Köszönjük! De könyörg! Miért? Egyszer vágtuk az aggódó arcot. Mondjuk ő arcot vágott, nem pedig... De ki a faszom ez? Akkor is ezt meg kell kérdeznem. Ki ez? Ki ez? És miért kell adott? Ne csúszál bele a szájába. Ez nem igaz. Hát tényleg, most gondoljunk bele, ez ki akar lenni? Nem lehet ilyen forgóugrást csinálni? Nyomom a gombot és semmi. Jaj, másik gomb, oké. Milyen aggódó arcot vágott, amikor lepottyant. Elég volt. Pusztuljon már ez a gömb. Labda. Nem tudom, mi ez. Mi ez? Mi ez? Mi ez? Hányszor kell még a fejére ugrani? Mondjuk ennek csak feje van. Szép is lenne, hogy segge is lenne ennek a labdának.
Hoppá, azt hiszem valamire rájöttem. Itt ott szájnál kell fejére ugrani. Jó van. De ez nem jó, hogyha pont beleugrasz a lövésébe. Mondom, beleugrasz a lövésébe. Jó van, extrém kicentizősdi. Ez az, legyőztem! És megint Jeopardy zene megy. Mindet vagy semmit. És ennyi! Nincs táblista. Ne számíts arra, hogy mutatja az ellenfelek listáját. Ennyi. Fogták a Super Nintendo-s eredetiből a befejező képernyőt, és átemelték ide ezzel a meglehetősen dizájnos kerettel körülötte. És jó, hogy egyre jobban emelkedik fel az oktávok tekintetében a dallam. Már két oktávot felugrott. Na ennyi. Akkor ennyi lett volna a Super Mario Bros. 64, amelynek az irányítása bassza el konkrétan az egészet, meg a pályatervezés egy-két helyen. Köszönöm szépen a figyelmet, Turostáska, Sajtos Kifli és Hófperec. Sziasztok!